az elmúlt hetekben igazából sok mindenen nem kellett változtatni, mert úgy gondolom, hogy akár Debrecenben, akár Kecskeméten is a játékunkkal különösebb gond nem volt. Azokat a apró hibákat kell kiküszöbölni, amikből esetlegesen ugye nem jól jöttünk ki az előző mérkőzéseken. Hogyha ez sikerül, és ma minél kevesebb hibát tudunk kitenni a pályára, akkor úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés nyerhető. Mint utólag kiderült, azért itt már minden mérkőzés nagyon nehéz lesz, hiszen utána a csapatok, akikkel játszottunk, elég hullámzó teljesítményt nyújtottak. Most is egy nagyon kiélezett és nagyon nehéz mérkőzés. Számítok, voltunk náluk egy edzőmeccsen, 2-2-es döntetlent ért el a csapat, úgyhogy én azt éreztem, hogy talán ők jobban domináltak, mint mi. Igyekeztünk változtatni azokon a dolgokon, amik ott nem nagyon működtek. Mindkét korábbi bajnokiát egy góllal nyerte meg a pirosmezes Berettyóújfalu, és a Kecskemét ellen is várható volt, hogy szoros mérkőzést játszik a csapat, amit alá is támasztott a találkozó forgatókönyve. Az első fél időben úgy érzem, hogy egy kicsit jobban tudtunk irányítani, kicsit rá tudtuk nyomni a vérét a játéknak, mi tudtuk alakítani a játékot. Ennek meg is lett az eredmény, előttünk egy szép gólt, viszont utána pedig az egyéni kvalitás volt az, ami következett. Rábó Jani nagyon szépen egyénileg megkapta a labdát hatoson, nagyon gyönyörűen behúzta sarokkal, tehetetlen volt mind a védelem, mind én. Viszont a csapat erejét mutatja, hogy nem estünk össze, küzdöttünk tovább. Bíró Attila és Rábő János talált a kapuba az első fél időben, így döntetlenről vette kezdetét a második játékrész. Nem jól gyakoroltunk nyomást a labdás játékosra, azt kellett javítani, illetve nálunk a labdakihozatalnál volt az, hogy nagyon sokszor a szélén rámentünk a labdás játékosra, és beszűkítettük a teletet, ezeken próbáltunk a szünetbe javítani. Nem csökkentek az izgalmak a második fél időben sem, ám a 29. percig nem változott az állás. Ekkor viszont Öreglaki Norbert megszerezte első találatát a szkorgólban, amivel nagy lépést tett a három pont felé a vendéggárda. A második fél időben a bekapott gól után tértünk magunkhoz, talán mondhatom ezt, akkor kezdtünk el dominálni, nyilván az ellenfél is kellett hozzá, hogy ők jobban visszaálltak. A végén meg volt a helyzetünk, hogy kiegyenlítsünk, nem sikerült. Újpesten talán ott mi nem érdemeltük meg a győzelmet, úgyhogy valahol a sors visszaadta ezt, de minden mérkőzés kiélezett, úgyhogy sokkal jobban kell fókuszálnunk, hogyha nyerni szeretnénk. A Berettyó a TFS-e ellen térhet vissza legközelebb a győztes útra, míg a Kecskemétre komoly rangadó vár a Veszprém ellen.